leszem, fiam, én neked megengedem, hogy úgy hallj meg, mint magadnak tetszik, erre kérném akkor Istenem. Legyen ősz, de szép szeli terült ősz, sárga lombon fényes napsugár, sárga lombon zengje végdalát egy, a tavasztól elmaradt madár, s valamint az őszi természetre, a halál jön észrevétlenül, érre ám is így jöjjön, csak akkor vegyem észre, a mellettem ül. Ekkor, mint a lombon a madárka, zengem én is el végdalomat, bűvös hangom, mely le a szíveknek fenekére, s föl az égbe hat, és ha vége a varázséneknek, ajkaimat egy csók zárja be, a te csókod szőke szép leány, de földi lények legszebbike. Ha vége a varázséneknek, ajkaimat egy csók zárja be, a te csókod szőke szép leány, de földi lények legdicsőbbike. De ha ezt nem engedné az Isten, kérném akkor, hogy tavasz legyen. Harc tavasz, ahol rózsák teremnek, véres rózsák férfi kebleken. S lelkesítve zengjenek a harcok csalogányai, a trombiták. Ott legyek, s az én szívemből szinte nőjön egy halálos vérvirág. És ha ledőlök ekkor paripámról, ajkaimat egy csók zárja be, a te csókod, te szép szabad, csak te égi lényeg. Vendégem Szabó Ádám és felesége Szabó Jennifer. Sziasztok! Szia. Szép jó estét, sziasztok! Hát egy gyönyörű dalt hoztatok el nekünk, és hát a dalszöveget Petőfi Sándor írta. Miért esett a választás egyáltalán arra, hogy egy verset zenésítsetek meg most? Volt egy bizonyos pályázat, és annak keretein belül ki kellett választani Petőfi Sándor verseket, és ilyen 5-6 dalt sikerült, viszont szöveget sikerült kiválasztani, és számunkra ez volt az egyetlen olyan, és nem az egyetlen, hanem a sok közül egy olyan vers, ami rögtön megfogta a mi szívünket, és elolvastuk, és így egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy ezt muszáj megzenésíteni, mert már akkor könyv szökött a szemünkbe, amikor ezen elkezdtünk gondolkodni, és hál' Istennek a végeredmény is nagyon-nagyon jól sikerült szerintünk. Az a jó szerintem nagyon a versekben, hogy szubjektív nagyon, és bármikor, bármilyen élethelyzetünkben elolvasunk egy-egy verset, teljesen más értelmet nyer. Nektek, Jenny, mi volt az első gondolatod, mit gondolsz erről a versről? Pont ezt akartam egyébként mondani, hogy amikor megmutattuk először a családnak, akkor mindenki mondta, hogy hú, de szép szerelmes dal lett, és én meg így álltam, és így mondom, szerelmes, mert eszembe nem jutott a szerelem egyébként, és attól függetlenül, hogy szép szőke lány. Amikor elolvastad, nem jutott eszedbe nem, a szerelem? Abszolút nem. Nekem egyből az, hogy ó, hát ez, mint hogyha Ádám neked írta volna, ez egy szép szőke lány. Ezért nagyon érdekes, nekem meg valahol így az elmúlásról, de ez a szép fajta elmúlásról szól ez a dal, mert nyilván azért a mély szövegkörnyezete miatt van egy ilyen tök mély jelentése így az elmúlásról, és nekem valahol ez volt így a megindító az egész dalba, és ezért fakadtam sírva, de nyilván most már így sokszor meghallgatva, meg énekelve, azért így, meg nyilván amikor így előadjuk, és koncerten így egymásra nézünk, azért nyilván a szerelem is megjelenik benne, de hogy valójában igazából így nem a szerelem volt az első az, ami így nekem eszembe jutott. És hogyan fogtatok neki egyáltalán, hogy adott volt a szöveg, de mégis hogyan jött rá akkor a dallam és az egész mesevilág, amit így köré tettetek? Ez nagyon érdekes, mert borzasztóan egyszerű volt az egésznek a megszületése, ugyanis tényleg amikor a szöveget olvastam, már ott voltak a fejemben a különböző képek, hogy kéne szólnia ennek a dalnak, és tényleg először ez egy 100 zongorás dalnak indult, tehát úgy szerettük volna megcsinálni, hogy csak egy zongorával ketten ugye énekelünk benne, de aztán valamiért elkapott egy olyan érzés, hogy ez a dal több hangszerelést érdemel, és annyira mély volt a szöveg, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt ki kell fejezni több hangszínnel, hangszereléssel, és tényleg a végeredmény tekintve, és a színpadon ezt elénekelve úgy gondoljuk, hogy ez amúgy tényleg a mi szerelmünket fejezi ki, hogy az milyen erős, és talán a dalszövegnek is mondhatni, most már dalszöveg, mivel valahogy megzenésítettük, tehát ez már dalszöveg is, nem csak egy vers, tényleg a színpadon is van egy olyan
olyan kifejező ereje, amit a nézőktől is visszakapunk, hogy ez mennyire erős dallá született, és tényleg nagyon büszkék vagyunk erre, hogy nem csak számunkra erős, hanem a közönség soraiban is tényleg láttunk könnyes pillanatokat. Igen, már egyébként most hétvégén énekeltük ezt így élőben először egy fesztivál keretein belül, és láttuk tényleg így a dal végén, hogy így ledermedve álltak az emberek, és nem tudták, hogy tapsoljanak, vagy sikítsanak, de hogy vagy sírjanak, és így tényleg csináltak egyszerre. Nekünk is számunkra is nagyon-nagyon megható volt, és így egymásra néztünk, és mondtuk, hogy na, akkor ez tényleg jól sikerült, tehát így nagyon-nagyon nagy öröm volt. Készült ehhez egy egyszerű, de mégis nagyszerű videóklip, hogyha fogalmazhatok így. Szerintem minden nő arra vágyna, hogy hát ha nem is Ádám néz rá ilyen szemekkel, ilyen vágyakozó tekintettel, hanem a saját férjük, de mégis mi volt itt az elképzelés? Szerintem nagyon romantikusra sikerült. Hát ez a szöveghez egy teljesen letisztult klipet szerettünk volna. Valójában tényleg csak azt, hogy megmutassuk, hogy milyen érzések kavarognak bennünk, amikor közben ezt énekeljük. És a legegyszerűbb módon ültünk egymás mellett, néztünk egymásra, és átadtuk magunkat az érzésnek. Valójában ez a mindennapjainkról szól ez a videóklip, ugyanis minden nap ilyen szeretet vez át bennünket, szóval mondhatni, hogy ez a videóklip az életünkről szól, mert annyira szeretjük egymást, és tényleg a videóklipben is, ahogy egymásra nézünk, az most is jelen van. Most is úgy néztek egymásra, ne aggódjatok. Mondjuk forognak a kamerák itt is, mert gyanúsak vagytok nekem. Szóval ez a videóklip, ez ezt tükrözte vissza, és tényleg szerettük volna azt átadni, hogy itt nem a különböző effektek a főszerep, hanem a nemes egyszerűségé, ahogy amúgy a szöveg is tényleg amennyire gyönyörű kifejezések vannak, ott sincs semmi túl gondolva, nemes egyszerűségében van minden megfogalmazva, de az olyan csodálatosan, hogy mi is ezt szerettük volna képi világba visszaadni. Egy nagyon különleges napon hoztátok ki ezt a dalt, anyák napja volt. Miért pont erre a napra esett a választás? Akarsz beszélni, hogy mondjam? Köszönöm. Jó házastársak, ez a titok. Szeretnél beszélni? Persze, mondjad. Hosszú házasság, titkai, Ádám, jegyezd. Jó, figyelek. Igazából, mivel jön a nyár, azért készülünk pörgősebb nyári jókedvű dalokkal is, és hogy nyilván ennek a hangvétele mélyebb és romantikusabb, kinek mi, ugye? És hát azért az anyák napja az pont egy ilyen mély dolgot rejt magába, megköszönni az életünket valakinek, akitől ezt kaptuk, és mivel, hogy nekem így az elmúlásról szólt inkább a dal, azért nagyon sok olyan ismerősünk van meg a családban is, aki már nem ünnepelheti ezt sajnos az édesanyukájával, és ez is egy méltó kifejezése volt annak, hogy ez az napja jön ki. Nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztátok ezt a dalt, és kíváncsian várjuk a következő dalokat majd tőletek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt lettünk.